az emlős vese felépítése. Az emlős vese a hashártya mögött helyezkedik el, babalakú, páros szerv a gerincoszlop két oldalán. Egy kemény vesetokban ágyazódik, a felső csúcsán a mellékvese kap helyet, ez egy belső elválasztású mirigy, és csak anatómiailag függ össze a vesével. A működésével nem. Feladata a vesének a vizelet kiválasztása, a folyadék elektrolit egyensúly szabályozása. Ha levesszük a vesét, akkor itt elől a vesekaput találjuk. A vesekapun haladnak be az ütőerek, artériák, jönnek ki a vénák, és innen jön ki a húgyvezeték is. Mellékvese, vesekapu, artériák, vénák, húgyvezeték. Hogyha a zsíros vesetokból kibontjuk a vesét, akkor kívül egy sötétbarna színű kéregállományt lehet látni. Ebben a kéregállományban helyezkednek el a glomerulusok, amelyek a vizelet szűrését, elsődleges kiválasztását végzik. Belül helyezkedik el a parenhíma, amiben a vesek, ezen belül pedig a vesekelyhek találhatók. A parenhímás részben a kanyarulatos csatornácskák kapnak helyet, amelyek az elsődleges vizeletet majd végleges vizeletté fogják alakítani. Kéregállomány, velőállomány, vesekelyhek, vesemedence, jó, és akkor itt a húgyvezeték, ugye, ami már nem látszik. Az elsődleges vizelet 180 liter, ami a kanyarulatos csatornácskákban fog végleges vizeletté alakulni, tehát a folyadék nagy része visszaszívódik, és a végleges vizelet mennyisége már csak 1-1,5 liter mennyiség, ami nyilván az elfogyasztott folyadéktól függ. A végleges vizelet belekerül a vesekelyhekbe, innen a vesemedencébe, és a medencéből, a vesemedencéből a húgyvezetékbe. Innen már nem látható a kiválasztó rendszer további része, a húgyvezeték aztán a húgyhólyakhoz csatlakozódik, és a húgyhólyakból pedig a húgycsövön keresztül ürül ki a külvilágra naponta 4-6 alkalommal.